Egy bírósági határozatot írt György Anna Mária, ő már túl van a jogi szakvizsgáján, erre volt szüksége ahhoz, hogy bírósági titkárként dolgozhasson. A szekszárdi járásbíróságon így közel annyit keres, mint egy bíró. Azt mondja, a szakvizsga megszerzésében nagy segítséget jelentett neki, hogy korábban ugyanígy dolgozott fogalmazóként. Sokkal könnyebb volt, mert sokkal inkább beleláttam minden ügyszakba, büntetőbe, a polgárba és a munkajukba is, mert ugye minden ügyszakban töltünk gyakorlatot, míg hogyha valaki végig a közigazgatásba dolgozik, akkor sokkal nehezebben készül föl szerintem egy büntetőjogi szakvizsgára, tehát a szakvizsgára felkészülés nagyban segítette. Kis Anna Mária most teljesíti a szabályok szerint legalább 3 éven át tartó fogalmazói gyakorlatát, és közben készül a szakvizsgájára, korábban dolgozott a közigazgatásban is. Ő is azt mondja, hogy itt a bíróságon szerzett tapasztalatokkal sokkal könnyebb felkészülnie, mint a korábbi munkahelyén. Én az egyetemi éveim során a kötelező gyakorlatomat is a bíróságon töltöttem, legalábbis annak egy részét, illetve az egyetem lehetőséget biztosított arra, hogy tárgyalásokat látogassunk, így nekem már ott körvonalazódott a gondolat, hogy ha megszerzem a diplomát és lehetőségem lesz rá, akkor a továbbiakban a bíróságon szeretnék dolgozni. A szekszárdi járásbíróságra most fogalmazott és bírósági titkárt is keresnek. Elsősorban olyan már jogi diplomát szerzett fiatalokat várnak, akik a szakvizsgájukra akarnak felkészülni. Az Országos Bírósági Hivatal rendkívül sok külföldi ösztöndíjat biztosít, lehetőséget biztosít a pályázóknak. Itt a szekszárdi törvényszéken is sok kolléga vesz részt, illetve vett részt már külföldi ösztöndíjban, tanulmányútban, az Európai Unió számos országában lehet pályázni. A bírósági állásokra augusztus 23-áig lehet pályázatot benyújtani. A feltételek részletes leírása és a szükséges nyomtatványok a szekszárdi törvényszék internetes oldalán találhatóak meg.